Holle anyó meséje elevenedett meg az Óvoda Galéria téli kiállításán a Százszor szép óvodában. A jól ismert mese nagyon népszerű a gyerkőcök körében, hiszen szinte minden csoportban elhangzik ez a történet. Ezen túl a téli ünnepkör valamennyi motívuma megjelent a kiállításon. Láttátok, hogy egy picit megváltozott itt. Az őszt azt most már egy kicsit elbúcsúztattuk, és nyakunkon a tél. Ugye látjátok? Mit gondoltok, hogy melyik mesét látjuk itt? A Holle anyót. Ti ezt nagyon kedvelitek, én úgy tudom. Gyakran olvassuk, és szeretitek, ez olyan kis aranyos mese, hogy én azt gondoltam, hogy ezt választjuk, hogy a Holle anyó hogy csinál, hobbi héket telet. Újra itt vagyunk a Százszor szép óvoda emeleti galériáján, ahol ismét egy csodálatos kiállítást tekinthetünk meg. Tulajdonképpen milyen tematikára épült a mostani tárlat? Hát most leszettük az őszi dekorációnkat, az őszi mesénket. Az idei évtől olyan koncepciónk van, hogy minden évszakot egy mesére építünk. És én most a pillangós csoportot képviselve a téli galériában én a Holle anyó mesét választottam, mert azt gondolom, hogy ez nagyon kis aranyos, és a gyerekek is nagyon szeretik, ismerik, gyakran dramatizáljuk és meséljük, eljátsszuk a csoportban is, és elég sok szereplős, sok kellékes színessé tudtuk tenni. Meg hát egy jellegzetesen téli mese. Hogyan készült ez a kiállítás? Esetleg a gyerekek bevonásával készült, vagy nekik ez egy meglepetés, amikor ide feljönnek és láthatják? Illetve milyen alapanyagokat használtatok? Igen, hát meglepetésnek szántam, ugyanis a hét elején, miután a munkaidőm letelt, utána jöttem fel, hogy elkészítsem késő délutáni órákban, és másnap reggel, amikor érkeztek a gyerekek, akkor valószínűleg meglepetés hatással érte őket. Hát az alapanyagok, igazából a kemencerész az egy vastag kartonlapra festett, csak jelképesen, szimbolikusan szántam ezt megjeleníteni. A kút az egy kis kerti dekoráció, amit azt megmondom őszintén, hogy kölcsönbe kaptam. A lány és az anyó ruháját azt is szintén összeválogattam, gyűjtögettem, és tulajdonképpen egy tömőanyaggal kitömtem, hogy legyen egy kis tartása. A fát is egy asztalos ismerősöm segítségével beékeltük egy talapzatba, tehát ilyen egyszerűre gondoltuk a szemléltetést, hogy azért felismerhető legyen a gyerek számára, hogy melyik meséről van szó. Hogyan fogadták a gyerekek? Én úgy láttam, hogy itt a mesélés interaktív módon történt. Igen, próbáltam őket bevonni, hogy együtt meséljük el ezt, mivel ismerik, és mostanában már egyre esedékesebb ez a mese, hogy várjuk a telet és a hóesést az ünnepek közelettével, mert azt mindenki szereti, hogyha a Mikulás szánon érkezik, és Holle anyó csinál nekünk hópihéket. Miért fontosak ezek az óvi galériák? A gyerekek ilyenkor mit tanulhatnak főleg? Hát itt megláthatják a gyerekek, hogy az évszakokkal összekapcsolódóan a meséket, és azt is, hogy hogyan szemléltetjük. A főbb elemeket emeljük ki általában ilyenkor az adott meséből, és ezt a csoportokban eljátsszuk, eldramatizáljuk, mivel jó sok szereplő van, ki tudjuk osztani a szereplőket, mindenki belebújhat valaki bőrébe. Ugye itt az egész téli emlék, tehát ünnepsorozat előtérbe kerül, úgy, mint a Mikulás és a karácsony is. Igen, megemlítettük a Mikulást, az advent, a karácsony, és ez a téli ünnepkör zárásaként majd a farsang következik. Ilyenkor ezt mindig el szoktuk mondani, hogy mindig mire készülünk, mit várjuk. Most ugye a Mikulás nagyon nagy szeretettel várjuk a közeljövőben. Meddig tekinthető meg ez a kiállítás, illetve aki nem kapcsolódik az óvodához, az hogyan tekintheti meg? Hát reggel 6-tól 4-ig nyitva az intézményünk, és bármikor szerint én azt gondolom, hogy ide felsétálhat valaki, megnézheti, és hát az óvihoz mindenkinek van kötődés általában. Nagymama, nagypapa, szülő, testvér, rokon, gyanánt, és
A gyerekek meg itt látják minden nap.